Jó, Oké, mehet a Grimoire Szatikus harc. Karisszia Kelder, Nem láttunk amúgy térképet, Skorb nem még tudom, hogy hiányzik. van-e egyébként. Nem baj. Oké. Ó, igen, akkor lehet, hogy majd korrigálni kell a dolgokat. A majd egy is Meg utcokat. ott voltak fent a tokenjeink, ha feltérte volna. Ja, ott a Igen, baj. csak map függő általában, hogy melyik tokent rendeled hozzá az initiatívhoz. Majd korrigáljuk. Rolit. De kis bájes kunyhó, és szélmalmak van. Szinte Igen, ide kell egyébként nagyon kezdeni. kis chill. Ezt én mondom a nőnek mielőtt, miközben eszem a kis pitémet. Visszaírtam az előzőmet, mert az ott már először. Igen, Jöttek. azt írjátok csak be. Tehát, ugye megnézem, hogy 22, az egyik 22-re kitörlöm. Csak egyszer jöhetsz. Egyszer vagyok be. Atikusnak a 11 az igazi, igaz? Igen. Yes. Igen, mert én kettőt látok. Én Nem meg tudom, hamar lehet, kéne, hogy... nem kéne annyit inni. De. Most mindenki látja magát, és mindenki egyszer látja magát. Igen. És mindenki a helyes Igen. számmal látja magát. Most már igen. És a Nagyszerű. hárman vagyok benne. Én nem látom saját magam. Nyomj egy újat, mert újra kell nyomni. Igen, Nice. Új, új, 18. és új, Igen, írjuk a a... 18-et. Én elfelejtettem a titeket erre a mapra, mielőtt elrendeltem az initiatívot. És 18 initiatívod. Ja, nekem ezt kell megnéznem. Kettő. Oké, akkor ez azt jelenti, hogy Miért anyád. van az az érzésem, hogy a kisgyerek lesz a legveszélyesebb? Mert benne él a nagymama? Vagy a dédi, vagy mit tudom én, mi a faszom? Laci, ne mondj ilyeneket, mert úgy lesz, és akkor megdöglünk. Hol vannak a tetteim? Mondom, hármas szintűek Hollat. vagyunk. Hármasok. Na, mindenki dobott, mindenki látja magát. Ó, két karisszia van. Akkor most a jó. Na, tehát akkor... Az előtt csak egy volt. Grimaldus, narrád le nekünk még egyszer a spelledet. Hát, ahogy... Gyakorlatilag ráüvölt, hogy ott maradsz! Igen. Tehát gyakorlatilag ahogy... Ahogy... ahogy visszamegyek a helyemre, azonnal rászólok, hogy ülve maradsz. Mint egy ilyen hatalom szó. Jobb. Én meg az egészből semmit nem értek. Ija. Ja, Kalisi, neki... Mert olyan full creepy az egész hely. Neki van simulva a falnak és nézi, mi a franc történik itt. Ja, igen. Neki barát, épp hogy csak megérkezett, a másik rákiált a vendéglátótokra. Gyakorlatilag az ötből hárman vagyunk úgy, hogy tudunk valamit, az egyik eszik, a másik megretteg. Igen. Na. Grimaldus, ahogy rákiáltasz a nőre, képen ugye a neked hátal a polcon pakolgat, illetve megdermed. Majd a feje csak így szépen most átnéz a válla mögött. Hát így szokás foglalkozni a vendéglátóitokkal? Oh. 180-ban fordul legalább a feje? Ó, nem, nem, majd, hogy nem megfordul a feje, hanem csak így a válla fölött hátra fordul. És Keldair, még éppen egy kicsit kifújtad magad, de az egyik társad rögtön varázsolni kezdett a izére. Fú, veszek egy nagy levegőt, kifújom. És ennyi volt a köröm. Elkezdek halkan dúdolni énekelni, aktiválnom a Blade Songomat. Elie. Bonus action. Kihúzom a kardom, és fölfutok az emeletre. És egyből fel az emeletre Kalisia mellett. Ott bőven el tudsz ugrani mellette. Kalisia mellett, és ha lehet, akkor kettőt megyek föl. Attikuszig. Mert okay. Lenni négyen vagyunk, de egy maga van. Az 15 láb. Gyorsan kimérem, hogy meddig jutsz. 15 amit láb. Én 40-et tudok futni. Igen. Az 15. A... Itt csinálom. Aha. Akkor éppen, hogy odaérsz a második emelet lépcsőjére.
Ja. Egyből át is dobnak. A jelenlegi helyettől délre lesz az emelet. Ahol technikailag ők az ágyon ülnek. Téged ide teszlek. És jelenleg ott áll Atticus az ablak előtt. Ugye még a cuccait birizgálja. Az öreg nő ott ül az ágyon. Mellette pedig még a félig fekve a fiatal lány. És akkor ez volt még a mozgásod, még van egy akciód. Mozgásom van egy bónusz action, ennyit, én is van action-em. Gondogarok, mindenki lehet. Akkor, hogy futok föl, elkezdem mormolni egy varázsigét, és a kéziek is elhasználom hozzá, és egy mirror image-et lekászolok magamra menet közben. Mirror image. Ezzel ledobva a Detect Magic-et magamra. Extremely cool. Kapsz ebből hármat. Annyi miért megcsinálod a kiállatokat igazán, hogy vigyázz! Persze. Amíg nem akarsz túl sokat beszélni, eddig nyugodtan. Ennyi. Okay. Reagálhatok? Reagálhatok gyorsan? Hadd szóljon. Én ahogy ezt mondja, én csak oda mutatok a lányra, hogy ő az a lány, ő az eltűnt lány. És ennyi. És mit akarsz vele csinálni? Ja. Melletted az ágyon ülő nagyi megnézi, hogy egy elf felrohan a kivont kardal az emeletre, rákiált, hogy ugye. Majd tartsd csak az ágyon ülve, a kis ágylábon tartva az egyik kezét, hogy odafordul a Ophéliához, aki talán Gertrude, de ki tudja, hogy ilyen nagyon vízhangzó hangon mondja, hogy menj! És Ophélia halványodni kezd. Majd eltűnik. De ez elviszi nagy akcióját, aki viszont talpra áll, beáll kettőtök közé. Hogy talán ti felétek szokás berontani egy hölgy szobájába? Gribaldus. Hát ha így állunk, akkor Sacred Flame. Heck yeah. Mert a Sacred Flame, az egy Dex save. DC 13. Ja. Ahogy a szent fény robban ki itt a feje mellett, egészen elkezd csavarodni az alakja. Mint hogyha... Hogy is mondjam? Mint ha gumiból lenne és így megcsavarodna. Viszont így pont elkerüli a fényedet. 14-et dobtam rá. Viszont ahogy csavarodik, mire kiegyenesedik, már más az alakja. A bőre elráncol, mi az, elmélyülnek a ráncok, a haja görbébb, töredezettebb, kócosabb lesz. És az orra pedig egy kellemes görbe ívet ír le az arca előtt. Oh God! Pretty. Very cute. Pretty. És... Még odaszólok Scornak, hogy köpje ki, ami a szájában van, mert ember húst teszik. És... Ja. Bella pedig egy lilás fény gyűjt a kezébe, mint ahogy a képen is. Majd hogy azt elengedi, egy ilyen gömb terjed szét körülötte. És halad át mindannyiótokon. És ahogy rajtatok áthalad ez a hullám, Grimaldus és Skorg nem csinál semmit. Kalisia ugyanakkor, ahogy a falnak dőltve mindezt látod, egyszer csak lerogysz a fal mellett. Eszméletlenül. Oh. De nem is kell semmilyen díszít, meg semmit. Aha, tudom. Milyen kellemetlen.
Ja, az. Tudom. Laci, generálj egy új karakter. Hát baszki, kezdek ott tartani. Akkor Atticus most sem megírt valamit az Ali, hogy nem, utána jön. Én látom itt, mindjárt kicserélem a izéjét. Mindjárt okay, megjavítom, addig amíg te jössz. Hogy kiköpködöm. Hát azért, mert minusz egyes a strength-em? Nem azért. A nyelvemről így elkezdem leszeregetni a kaját. Ilyetten Khaleesi-re nézek. Szóval, hát jó, akkor megverünk egy öreg asszonyt. És odafutok a pap barátom mellé, amikor látom, hogy harca vele és Khaleesi-t bántotta. Valahol el kell kezdeni végül is. És elkezdem püfölni. Punch. És elhasználok egy kipontot, hogy még kétszer punch-olhassak. Flurry of blows. Igen. Punch. Aha. Ugye punch. Az elsőnél még így elkapja a csuklódat, pont ahogy befejezte a spellcastingot, de közben másik ököl, aztán a frissen engedett kezedben még egyet. És ahogy beleüt, nem tűnik úgy, mintha sérülést okozta volna neki. Mert elnéztem az acélt, és azt hittem, hogy 16 alatt van. De a bőre valahogy akármilyen ráncos, keményebbnek tűnik. Te elvezetni az energiádat az ütésednek. Grimaldus, azt hittem, hogy az öreg asszonyok rosszabbul harcolnak. Ez valami boszorkányság. Mondom ezt is, itt maradok mellette ugyanúgy. Khaleesi csak olyan eszmetlennek tűnik, nem haldoklónak, ugye egyébként meg annyi? Nem, egyszer csak ott állt, aztán összeesett. De nem ilyen meghaltanak tűnik egyébként? Ó, nem tűnik úgy, hogy nem sápadt el, nem fröcsök belőle a vér, nem csöpök belőle a méreg, semmi akkor, ilyesmi. Akkor... Ez Khaleesi-nál olyan üzemszerű. Ja. Szerencsénként egyszer meghal. És ez valami fa nevében, vagy muha, vagy ilyesmi. Atticus, odafönt. Oké. Okay. Mibe kerül neki nyitni az ablakot? Amúgy ez egy akció lenne, vagy? Free action. Tehát amilyen rozogák, nem hiszem, hogy olyan nehéz lenne. Ahogy eltűnik, oda nézek Kelderre, és mondom, hogy rögtön visszajövök. És ahogy ezt mondom, elkezd kinyílni ezt a stab az arcomon, a két három vágás, és elkezd vér lefogni az arcomon. És szeretném a könyökömmel kilökni az ablakot, és igazából a párkány, megfogom a tetejét az ablaknak, és felhúzom magam, és szeretnék felsétálni következő emeletre, és ha van ott ablak, akkor gyorsan bekukkantani. Hogy a következő emeletre benézni? Csak benézni az ablakon. Aha, hát itt már ilyen nagyon szűkek az ablakok. Már külön előfeszítés lenne bejutni. De a következő emeleten megint dobozokat látsz. De ezek egyszerűen kettőt. Kicsit nagyobbak, mint az eddigiek. De úgy tűnik, hogy le vannak szegecselve. Aha, és nem látom bent Ophéliát, Vigertrudet. Nem. Jó, és akkor szeretnék egyből visszafutni, és a maradék mozgásommal remélhetőleg ameddig el tudok jutni. Le tudok jutni, akkor beugrani be az ablakon. Vissza ugyanoda? Ilyen, vissza vagy... ugyanoda, és mire visszaérek, addigra már Keldár már azt látja, hogy fogják az arcomon a vér, és lángolnak a kardjaim. És el szeretném használni azt, amivel ezt tudom csinálni. Igen. Ja, nagyjából ugyan a pont, ahol vagy, vissza is érsz. És hogy égnek a kardjaim, oda szólok neki, hogy nincs fent a lány, úgyhogy máshol lesz. És van még akcióm? Ez egy bónusz action, ugye? Amennyire én tudom, igen. És holdolni tudok actiont, vagy ez már túl sok így? Nem, annyi, hogy az actionodat elhasználod, meg a reakciódat arra, hogy majd amikor szükség van rá, akkor elhasználod. Szuper, szeretném hold action-elni azt, hogy meg szeretném ütni a nagyit, akkor ha meg akar ő ütni Keldart, vagy engem. Uh-huh. Vagy ha akar mozogni. Szóval ha agresszív reakciót látok rajta, akkor meg szeretném ütni. Oké. Okay. Jaj. Khaleesi-a. Nem Atticus. Keldar. Sorry. De letem utállak, csak így sikerült. Én annyit csinálnék, hogy feljönnék a lépcső tetejéig egészen, és elektromosság meg a pengém körül, és megcsapnám a boszarkányt egy izével, booming blade-del. Bumold meg a blade-eddel. Ami alapból ugye nem csinál semmit ilyen pillanatban, nem tudom, hogy van beállítva. Kiteltem, nagyszerű.
9. Igen, de várjál, csak hogyha megmozdul, akkor sebesül többet. Igen, a Thunder Damage akkor, hogyha viszont elmozdul, azért mondom, hogy 9. Igen, ahogy itt a nyakalat beleszúrod a kardot egy nagyon elegáns töféssel, hát hogy ott a seb körül, ugyan te nem láttad az előző, de ugyanúgy elkezd elmélyülni a ráncok, ahogy elindul neki is az átváltozása. Nem így, amennyit tudod, a varázslatod nem ezt csinálja. Mégis repülök is, és ránézek a kardomra, de visszaállok a harci pozícióba. És akkor ide lépek át, így. Ennyi, más nem tudok csinálni. Nagyinek is kibomlik a haja, ez a hosszú ősz loboncként terjed szét. Ugyanúgy a kékes körbe orralóbb az orrából. Annyira cuki, nem? Oh god! Milyen rosszabb igaz kaptuk meg. Tehát amikor a vérzegő szemében még öregebb lesz, de aki már így is 200 évesnek néz ki, az öregebb lesz. És... Tamás, én ezt egy agresszív valaminek találnám, hogy átvetszik egy heggé, jó? Súr-súr, mehet. Érthető, logikus. Ahogy beleszúrod a kardodat, átmegy a vállán. De úgy tűnik, hogy akármilyen szörnyeteg így, hát nem érsz, nyilván az acélját nem találtad el, de ja, úgy tűnik, hogy várja. Nem tűnik fel neki nagyon a... Egy döfés. Igen? Tamás, retkonolni egy kicsit, mert úgy nézem szarul van beállítva. A damage-et tudod dobni, hogy 1d4-re van beállítva valamire a Booming Blade. Ó. Dobj egy d8-at. Aztán az alapján... Kettőt. Nem? Már kit volt? Igen. Pardon. Akkor két dényét... Fúcsánom ilyen kicsit ott. Én szóval... nem, én láttam már ilyet. Oké, az 11 meg 5. Az mindjárt jobb. 16. 11 meg 5, ugye az 16. Okay, és át is írtam a Booming Blade-et most. Uh-huh. Mindjárt jobb. Ja, és a saját körén pedig azt mondja, hogy... Ki a veszélyesebb, aki leszúrta, vagy akinek lángol a kardja? Egyik sem igazán jó. Ja, eddig kell, de elmettem a kosztálysebzést. Ahogy a karmos kezéből egy zöldes ugarat lő feléd. Ops. Ja. Hibás a makró, de nem is fontos. Ahogy ez a zöldes ugarat végigterjed, ez a kékes-feketés bőröd is elszíneződik, felveszi ezt a zöldes színt. Egy kicsit ilyen... úgy érzed magad, mint egy hosszú edzés után, hogy nagyon elfáradtál, hogy minden fájnak az izmaid. De semmi azonnali hibát nem veszel észre magadon. Ibaldus. Kalisia még mindig padlón van, és egy banya van előttetek. Akkor Sacred Flame még egyszer. Yep. Give me damage. 3 damage. 3 damage megpörköli a banyát. És akkor még reactionből Wars of the Storm. Wars, igen, Wars of the Storm. Wars of the Storm, oké, okay. Az dob fel az izét, az deck save, igaz? Aha. Igen, elkezdődik. Mindent, igen, szí, hit. Ja, ez egy reakció. Tehát amikor téged megüt, akkor vissza tudsz ütni vele.
Hát, de az a lila rajtam átmenő dolog, az nem számít a támadásnak? Nem. Az nem volt sem atakos semmi, az egy spell volt. Egy area spell, ami viszont csak Alicia-ra tudod hatni. Ah, értem. De ne aggódj, ő jön. Majd mindjárt megütlek, és akkor majd... Milyen rendes? Üvesen. Ja, hát próbáljuk meg eljön egyszerűen. Ó, bármi bonus action? Jó kérdés, mielőtt tovább megyek. Nem, hát Kaliszi az nem megsérült, csak úgy hentereg. Kicsit elfáradtam. Tentikézik. Előfordul a legjobbakkal is. Bupszikázik. Hú, terhelődtek az idegeim, hogy így átalakult itt a minden, meg így atya úristen is. Creepy úgyhogy... helyen. Wow. Mental breakdown. Ja, hogy ahogy a karmos keze felé csap Grimaldus, a páncélodon karistól az összes karma. Viszont nem tud eltalálni. Úgyhogy mégsem használhatod el a feature-edet. Na, egyet dobtam sajnos. Nagy segáltam. Próbáltam. Korb. Oké. Ez a banya nem tűnik kedvesnek. Nem kedves? Nem úgy tűnik. Megpróbálta megkarmolni a barátodat. Amikor a barátodat meg akarja karmolni, szálljál már róla, és így elkezdem egy könyökkel egyet ráverni. Igen, előttel így egészen kibozdul a könyöke, ahogy karmolsz, és 6 pont damage-et viszel be neki. Utána még egyet. Mit tudsz még? Még egy... még 5 ért. Tudod, arra számítanál, hogy azért a te ütéseid alatt azért illene eltörni az öreg lányok csontjainak. Itt ennek nyoma sincs. Nincs ez a tapasztalatom, mert most még bárki azt hinné, hogy ez a backstory-m alapján hiszem ezt. Amikor legutóbb öreg lányokat vertek, mindig összetörtek a csontjait. Ez sokkal szívesebb, mint ez az öreg lány... nem. Skork sötét titkai. Igen, mint amikor a backstory bossomat alverekedte vannak összetörtni. Atikusz. András, nem véletlen nem asszonyverőbe vagy? Attól függ. Lehetek asszonyverőbe? Minden ruha asszonyverő, hogyha eléggé akarod, én azt mondom. Fehér otthonkában. Atikusz, te jössz. Ami ketchup voltos. Igen, az ketchup. Közelebb évek is megcsapom. Aha. Az bizony... 7 meg 2... Akarom mondani... 7 meg 1 damage. Ahogy egy lángolókat szúrja fel. És... the fuck? Nice. Ja. Mind a 8 pont damage-et be tudod vinni, és bármi más. De miért 8? Mert úgy tűnik, hogy nem annyira könnyen lángol a bőre. Ja. Okay. Jó, és igazából szerintem nem is tudok más csinálni, most nézem, úgyhogy ennyi. Nincs egy második fegyel, egy tűr, egy bármi? Nincs. Oké. Okay. Alicia, ti? Kellemesen alszik, már második kör óta. Jegyzem. Keller. Mág, én arcane energiát érzem meg a bal kezembe, és lebombázom egy egyes szintű Magic Missile-on. Egyes szintű Magic Missile, oké. Okay. Egyszer. Szor 3, az 9. Igen. És ennyit tudok csinálni körben, mivel egy kicsit feljebb lépek. Oké, súr, akkor csináljuk úgy. És, hopsz, csak lett. Az 3 konszívet jelent ezúttal. Egyszer. Kétszer. Ja, ez a zöldes fény, ami eddig beborított, eloszlik rólad. Magic Missile, good spell.
Ja. És Nagyi azt mondja, hogy nem szép dolog elrontani másoknak a játékát. És azt mondja, hogy you know what? Fuck you. Így széttárja a kezeit, a karmaiból kezdenek villámok pattanni, így végigfutnak a karján, össze, melkosában, mint ahogy előnyújtja a kezét. Kérek tőled egy dex évet. Basszus. Az egy nagyon szexi, de akkor csak 32? Nem. Fokos kés, ez attacknak minősül? Nem, ez egy area spell. Picsába. Mennyi tippeltél, Laci? 32-t. Nem, akkor nem találtad el. Atticus, hogy látod, hogy ez a villám kicsap belőle, keder, neki csapódik a falnak, majd szintén padlót fog. Szeretem el, szeretem kényelíteni a kezemet. Ja. Ére nem. Nem, ez egy ilyen irányba ment. Mivel, hogy leszúrtad. Leszúrtad le? Szeretem. Igen, én szúrtam le. Ja, igen. Szeretem kinyújtani a kezemet felé, és még egy pillanatra megfogni, és hogy üssön, arra motiválni, hogy üssön még egyet a teste. És elhasználom a képességem. Nice. Akkor Keldaja, kérlek, csinálj még egy attack rollt Nagyi ellen. Ez 19, még ahogy pont milyen, ahogy már látod a padlót közeledni az arcodhoz, még látod, hogy a kardot beleszúródik a combjába 7 pont damage-ért. Majd ez azért tök jó, mert hogy én szúrtam meg, engem be nagyon, majd még milyen összeeste, még utána is én fog kapni. Aha. majd ahogy már kicsúszik belőle a Keldaja kardja, odafordul felé Atticus. Talán hosszabb időre is a vendégeink lesztek. Reméljük, hogy nem. Grimaldus odalent. Grimaldus odalent. Jelentkezik. Sacred Flame. Mhm. Epic damage roll. Nem a legfényesebb sajnos. És ráadásul még azt sem szenvedi el, mert olyan gonosz. Úgyhogy valahogy csak így egy ilyen, ezen a szokásos lilás fénnyel leblokkolja a fényed robbanását. De még a saját actionben mondom Scornnak, hogy lépjen hátra, majd. Szakadjon az ellenségtől. Oké. Csak egy kicsit elég hátra mennem? Hát, egy kicsit. Mélek egy negyed, aztán pedig így bólogatok. Ahogy ezt megbeszéltek egymást, vele mondja, hogy nem mész te sehová, és kérek egy wisdom save-et. És ahogy már fordulnál, hogy távolabb lépj, teljesen megdermedsz ott, ahol állsz. Ó, csak Skorktól. Ja, jó. Akkor nem megyek sehova. Nem tudok beszélni se. Ja. Skork, jelenleg le vagy bénítva. A köröd végén dobj nekem még egy wisdom save-et. Ja. És akárhogy rángatod magad, nem mozogsz. Mennék. Atticus. Tamás, nekem sok dolgom van most. Kelder, az csak ott szemmel fekszik a szégve. Hát még füstöl a villámok után, igen. De csuk van a szeme, nem érzek el semmit, ugye? Uh-huh. Oké, okay, Tamás, hát még egy másik csatornába. Jaj, egy pillanat türelmet kérek. Most fognak meggyalázni. Uh-huh. Aztán, hogy nálunk csüngettek egy pillanatra. Gyakorlatilag öten vagyunk, abban hároman ki vagyunk üdve.
Itt tartunk egy 5 perces szünetet egyébként. Mert Skort el vagy fogva, én ki vagyok sütve, Kalisztri összesebbén egy darab szar, és maradt a Grimaldus meg Atticus. Tartsunk egy 5 perces szünetet itt. Szerintem lehet. Oké. Megvan egyébként a megoldása. Ússza ki végzelni a nyomjunk és túléljük. Akkor 5 perc szünet, aztán folytatjuk. 7-kor.